köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatej Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Karácsonyi ajándék az időseknek, több mint 4500 szépkorút lep meg az önkormányzat Szekszárdon. A hal is drágább lett, van aki veszélyes, van aki megfogja az idei karácsonyi vacsorát. Étsz elleni világnap, fontos a megelőzés és a szűréseken való részvétel. Erdélybe küldik idén a csomagokat, a Garai Gimnázium diákjai a határon túl járvákat ajándékozzák meg. Több mint 4500 nyugdíjas kap idén karácsonyi csomagot az önkormányzattól Szekszárdon. A regisztrációs időszak november közepén zárult le, mostanra pedig az ajándékok beszerzése is megtörtént. A tartós élelmiszereket december 6-ától 9 nap alatt névsor szerint haladva lehet majd átvenni. Tészta, egy őszi barackkonzerv és szaloncukor. Tartós élelmiszerek és édesség is kerül idén az időseknek szánt karácsonyi csomagba. A Tolnai megyeszéken már több éves hagyománya van annak, hogy a 62 éven felülieket ajándékkal lepi meg az önkormányzat. Ehhez előzetesen regisztrálni kell. 2021-ben ezt több mint 4500-an tették meg. Ők december 6-a és 14-e között névsor szerint haladva vehetik át az ajándékokat. Két pótnap van meghatározva, a december 15-a és a december 16-a. A szekszárd.hu oldalon és a sajtó felületén pontosan meg lesz határozva, hogy kik, milyen, melyik napon vehetik át a csomagot, hát természetesen ABC sorrendben. A csomagok átvételekor be kell tartani a járványügyi szabályokat, vagyis maszkot kell hordani. Ha valaki nem tud személyesen megjelenni, akkor meghatalmazással hozzátartozója vagy ismerőse is elviheti az ajándékot. Hétfőtől csütörtökig, 8-tól 16 óráig, és pénteken pedig 8-tól 14 óráig lehet átvenni a csomagokat, és ott lesz egy szombati munkanap december 11-én, az munkanap lesz, de csomagosztás nem lesz. Szekszárdon idén közel 10 millió forintot költ az önkormányzat az idősek karácsonyi csomagjaira. 11.152 új koronavírus megbetegedést igazoltak kedden, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.114.260 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 192 többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 34.713 főre emelkedett. 7.546 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 562-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már 6.121.000-en kaptak. Tolna megyében 425 új fertőzöttet regisztráltak kedden, ezzel a járvány kezdete óta összesen 23.206-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma az országnak ezen a részén. Drágábban juthatunk hozzá idén a halhoz, mint tavaly karácsonykor. Az infláció, a takarmányok díjának változása és a szállítási költségek növekedése is hozzájárult az árak közel 20%-os emelkedéséhez. Van, aki ennek ellenére nem szakít a hagyománnyal és halat tálal karácsonykor. Van azonban olyan is, aki saját kezüleg próbálja kifogni a vacsorának valót. Élve, pucolva vagy akár szeletben is meg lehet venni a halat ebben a szekszárdi boltban. Karácsony közelettével mindig nagyon megnő a kereslet a ponty, harcsa vagy kárász iránt, de különlegesebb fajokat is találhatnak a vásárlók. Karácsonykor sok magyar háztartásban tartják azt a szokást, hogy halétel kerül az asztalra. Gyakran előfordul az is, hogy valaki csak ilyenkor fogyaszt halat, mondjuk sült vagy halászlé formájában. Az országszerte szinte mindent érintő áremelkedés ezt az ágazatot is elérte. Binder Zoltán, a bolt tulajdonosa elárulta, az előző évekhez képest közel 20%-kal többért jutnak ők is az áruhoz. Még annyira nem volt visszaesés a forgalomba, de keveset halat tesznek azért. Majd meg jövőre, hogy mi lesz, azt nem tudjuk mi. A tulajdonos azt mondja, az a tapasztalat, hogy inkább az utolsó pillanatokra hagyják az emberek a halvásárlást, hogy minden friss legyen az ünnepi asztalon. Pedig az édesvízi halak a mélyhűtőben akár 60-80 napig is megőrzik frissességüket. Többen vannak azonban olyanok, akik összekötik a kellemeset a hasznossal, és saját kezűleg próbálják kifogni a karácsonyi vacsorának valót. A Tolnai Horgász Egyesület tagjainak ez most nagy eséllyel sikerülhet is,
hiszen november közepén el tudtak végezni egy késői telepítést, amivel több mázsa pontyót, dévérkeszeget és combót juttattak a holtágba. Most jelen pillanatban az időnek a hidegre fordulásával arányosan sokkal kevesebb a horgász is értelemszerűen, de akik tőzsgyökeres tolnaiak megszállottak, azok minden nap a vízen vannak most is, pont azért, mert ez a nagyon késői telepítés, ez elég komoly lehetőségekkel kecsegtet. A Magyarországon évente termelt 15 ezer tonna étkezési hal 77-78% ponty. Busából, amúrból, kárászból, süllőből, keszegből és a folyami harcsából 2-3 ezer tonna nevelkedik a hazai vizekben. A teljes magyarországi haltermelés 30-35%-át decemberben, karácsony tájékán vásárolják fel az emberek. Magyarország történetének legnagyobb adócsökkentését hajthatja végre a kormány 2022-ben, mondta a pénzügyminiszter a Facebookon megosztott videójában. Varga Mihály azt mondta, az adócsökkentése teszi lehetővé a magasabb minimálbér kigazdálkodását a magyar vállalkozások számára. A jövő év elején majdnem 2 millió gyermeket nevelő szülőnek adja vissza a kormány az idén befizetett adót, így a családok összességében 600 milliárd forinthoz jutnak. Másodszorban, a 25 év alattiak adómentessége 140 milliárd forintot hagy a fiataloknál. Harmadrészt a kormány vállalta, hogy amennyiben a munkáltatók 200 ezer forintra emelik a minimálbért, csökkenti a munkát terhelő adókat. A kormány betartva a megállapodás ráeső részét 750 milliárd forintos adócsökkentésről döntött. 1988 óta a WHO kezdeményezésére december 1-én a világ a HIV fertőzöttekre figyel. Ekkor van ugyanis az AIDS elleni küzdelem napja. Az elmúlt években számos sikert értek el a szakemberek a vírus terjedésének megfékezésével kapcsolatban, és sikerült visszaszorítani az AIDS-ben elhunytak számát is. Azonban még így is vannak, akik évről évre belehalnak a kórba. Magyarországon több mint 2000 HIV pozitív embert kezelnek. Freddie Mercury énekes, Rock Hudson színész, Anthony Perkins színész. Csak néhány ismert ember, akik AIDS-ben szenvedtek és bele is haltak. Magyarországra 1986-ban tört be ez a betegség, és 10 évig gyakorlatilag nem volt ellenszere. A HIV vírus szexuális vagy vérútján terjedhet csak, így nem kell tartani a fertőzöttekkel való egyéb érintkezéstől. A fertőzés 4 különböző stádiumban zajlik le, az első állapot a megbetegedés utáni pár hétben jelentkezik. Ez ilyen influenza-szerű tüneteket okoz, tehát ilyen különböző torokfájás, láz, köhögést, ami meg is szűnik magától minden kezelés nélkül. A következő stádiumban a tünetmentes fertőzés stádiuma alakul ki. Ez mintegy 2-7 évig tarthat, ekkor semmiféle panasza nincs a betegnek, de tünetes és ezáltal fertőző is. A következő stádium az a tünetes betegségnek a stádiuma, amikor már létrejönnek bizonyos fertőzések az immunrendszernek a csökkenése következtében. Az utolsó, negyedik stádium pedig az AIDS betegség, ami már olyan fertőzések megjelenését hozhatja, mint a TBC, tüdőgyulladás, agyhártyagyulladás vagy a tumorok kialakulása. Tolna megyében 32 HIV pozitív ember tartanak számon. A szekszárdi Balassa János kórházban diagnosztizált HIV fertőzötteket Pécsen, vagy a fővárosban a Dél-Pesti Centrum kórházban kezelik. Dr. Szlávik János infektológus főorvos elárulta, hogy minden évben vannak új fertőzöttek Magyarországon. Összességében hazánkban 4-5 ezer ember volt eddig, akit HIV-fertőzéssel diagnosztizáltunk, de jelenleg 2500 ember él Magyarországon, aki tudja magáról, hogy vírushordozó, és közülük szinte mindenki gyógyszert szed. Évente 2-300 új HIV-fertőzöttet találunk, és közülük 40-50-en már AIDS stádiumban vannak, és sajnos 10-15 ember hal meg AIDS betegség következtében. Ezek a számok az utóbbi 5 évben gyakorlatilag ugyanolyanok. A főorvos azt is hozzátette, hogy a kezeletlen HIV pozitív emberek 100%-a éces lesz. Ezért nagyon fontos, hogy időben kiterüljön a betegség, hiszen manapság már akár egy tabletta elég ahhoz, hogy teljes életet éljen az ember. Koronavírus elleni oltóanyag kutatások talán el fognak oda vezetni, hogy az AIDS-re is lesz esetleg egy védőoltásunk, vagy lesz esetleg egy olyan genetikai beavatkozás, amivel ezeket az embereket végleg meg lehet gyógyítani, és a fekete himlőhöz hasonlóan az AIDS-et is végleg el lehet törölni a föld felszínéről. A főorvos szerint ez várhatóan néhány évtizeden belül meg is történhet.
A megszokottnál korábban utalják a nyugdíjat, a bankszámlákra december 2-án érkezik a járandóság, és a postai kézbesítés is már csütörtökön megkezdődik, közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter kedden a közösségi oldalán. Novák Katalin bejegyzése szerint mostanra minden érintett megkapta a 80 ezer forintos nyugdíjprémiumot vagy egyszeri juttatást, valamint a kiegészítő nyugdíjemelést. A tárca nélküli miniszter azt is hozzátette, további jó hír a nyugdíjasoknak, hogy januárban újabb, törvényben garantált nyugdíjemelésre számíthatnak, februárban pedig a járandóság mellett megkapják a teljes 13. havi nyugdíjat. 3 éves kisgyermeket marcangolt meg egy kutya zombán, a fiút legalább 4-szer harapta meg az elszabadult állat. A sértett anyja próbálta az ebet elkergetni, de eközben ő is életveszélyes sérülést szenvedett, elesett ugyanis a bicikliével. Az ügy már bíróság előtt van, a kutya gazdáit mások mellett életveszélyt okozó súlyos testi sértéssel vádolják. A 4-tagú család Zomba egyik utcájában biciklizett, amikor a kisebbi gyerekre rátámadt a kutya. Az Akita fajtájú állat a 3 éves fiú karját kezdte el marcangolni. Legalább 4-szer mart a sértetbe, volt, hogy 1,5 centi mélyen az ínekig hatolva. A kutya az egyik utcabeli házból szökött meg, amikor a tulajdonosok kinyitották a kertkaput, most ők a vádlottak. A vád alapja az, hogy a vádlottak voltak a gazdái a kiszabadult és egyébként gyermeket megharapó kutyának, akik a felelős állattartás szabályait szegték meg a vád szerint azáltal, hogy nem gondoskodtak arról, hogy a kutya ne tudjon kiszökni. A kutya egyébként megharapta a kiskorú gyermek sértettet. A megtámadott gyereknek az anyja próbált segíteni, eközben viszont ő hatalmasat esett a kerékpárjával. Az asszony azonnal elveszítette az eszméletét, és a veséből leszakadt egy darab. Emiatt életveszélyes állapotba került. Az ügyészség ezért a kutya gazdáit egyrészt életveszélyt okozó gondatlanságból elkövetett, az összeharabdált fiú miatt pedig védekezésre képtelen személy ellen elkövetett súlyos testi sértéssel vádolja. Mindezen okfolyamat elindítását az okozta, hogy a kutya kiszabadult, amelyet meg kellett volna kötni, vagy be kellett volna csukni, illetve az állattartónak kellett volna gondoskodni arról, hogy ez ne történhessen meg. Ezt az okfolyamatot a vádlottak indították el, és ennek eredménye lett az, hogy a gyermek súlyosan sérült, az édesanyja pedig életveszélyes sérüléseket szenvedett. Az ügyben egyelőre nem született ítélet, mert a bíróságnak még több tanút és szakértőt is meg kell hallgatnia. Rendhagyó módon idén határon túlra küldik a Garai János gimnázium diákjai a karácsonyi csomagjaikat. Böjte Csaba, ferences szerzetes Erdély járvaházaiba viszi a Mikulás túra autója az ajándékokat. Az ünnepi csomagolásba bújtatott dobozokban édességek, papírírószerek, játékok is kerültek. A dévai Mikulás túra autójába pakolják a szekszárdi Garai János gimnázium diákjai a karácsonyi csomagokat. A fiatalok évek óta készítenek cipős dobozba zárt ajándékokat a rászoruló családok gyerekeinek. Többen raktak papírírószert, vagy játékokat, esetleg olyan érdekes tárgyakat, vagy különböző dolgokat, amiket hasznosítani tudnak a fiatalok a hétköznapokban, és csokoládét vagy egyéb édességeket is kaptak. Évtizedes hagyománya van a gimnáziumban a karácsonyi adománygyűjtésnek, idén viszont rendhagyó módon nem Tolna megyei hátrányos helyzetben élő gyerekek számára készítettek csomagokat, hanem határon túli árvákat örvendeztetnek meg az ajándékokkal. Így esett a választásuk a Böjte Csaba által pártfogolt picikre. Úgy volt, hogy itt 2-án Böjte Csaba tart egy léleképítő előadást, és felvettük vele a kapcsolatot, az igazgatónő, és az igazgatónővel közösen a diák önkormányzat úgy gondolta, hogy ha már itt van, és tudjuk, hogy jó helyre kerül, akkor ez idejében ezek a csomagok kerüljenek Erdélybe. A dévai Mikulás túra autója közel 200 darab ünnepi csomagolásba bújtatott ajándékkal indult el Erdélybe, hogy a bennük rejlő meglepetésekkel mosolcsaljanak a szeretet otthon kis lakóinak az arcára. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Adakozó kedd, a pécsi rancsmancsis gyűjtést indított a világméretű kampányban. Forralt borral, teával és ingyen étellel is várták a helyieket, közelebb hozták egymáshoz az embereket a somogyi szabadi fürdőn. 4-szeres freestyle világbajnok Pécsen labdazsonglőr tartott bemutatót az egyetemen. Egy nap, amikor minden az adományozásról, a jótékony cselekedetekről szól, ez az adakozó kedd.
A mostanra világméretű mozgalom Amerikából indult. Célja, hogy a nagy vásárlások időszakában arra buzdítsák az embereket, hogy figyeljenek oda a rászorulókra. A kezdeményezéshez Magyarország is csatlakozott 2014-ben, mostanra pedig mintegy 30 civil szervezet vesz részt a kampányban. Köztük van a pécsi Mancs Ranch is, ahol a mini állatkert lakóinak téli ellátására gyűjtenek. A korábbi lezárások miatt az elmúlt évben többet volt zárva, mint nyitva a Mancs Ranch. A csökkenő bevételek miatt pedig ismét egyre nagyobb teher nehezedik a pécsi állatfarm tulajdonosára. Éppen ezért Fejes Rózsa úgy döntött, kihasználja az adakozó kedd elnevezésű kezdeményezést. Az Amerikából indult akció célja, hogy az embereket a nagy vásárlások időszakában arra buzdítsák, figyeljenek oda egymásra, az elesettekre, a hátrányos körülmények között élőkre, és adományokkal másoknak is segítsenek. Ehhez csatlakozott 2014-ben ehhez a mozgalomhoz Magyarország is, és a NIOK segítségével idén már 30 civil szervezet gyűjt Magyarországon. Ehhez csatlakoztunk mi is a Mancs Ranch az Állat és Uli Alapítvánnyal, és gyakorlatilag mi most idén az állataiknak a téli takarmányozására gyűjtünk. Normál hónapokban a ranch egy hónapja 300 ezer forint körül szokott lenni, tette hozzá Rózsa. Ez az összeg télen jóval magasabb. A nemrég megmérgezett kutyus, toruk megmentése és kezelése pedig több mint 470 ezer forintba került. Így most a NIOK alapítvány koordinálásában az adjukössze.hu oldalon támogatható a pécsi mini állatkert különböző összegekkel. December 23-áig tart ez a kampány, és az azt követően összegyűlt pénzt a NIOK összesíteni fogja, és akkor szét fogja osztani azok az egyesületek, alapítványok és civil szervezetek között, akik ebben részt vettek is, természetesen annyit, amennyit az ő rájuk gondoló cégek és magánszemélyek utaltak nekünk. Eddig már 80 bála széna is érkezett az állatfarmra, de különböző tápokra is szükség van, némely állat számára pedig külön fűtést is biztosítani kell. Az adakozó kedd keretén belül elindított kampány mellett telefonos egyeztetést követően akár személyesen is fogadja a ranch csapata az állatoknak szánt ellenségeket. Forralt borral, forró teával és ingyen étellel is várták a helyieket Szabadi fürdőn. A siófoki városrészben immár hagyomány, hogy advent első hétvégéjén vendégül látják az érdeklődőket. A Szabadi fürdő és Sóstóért alapítvány célja, hogy az ünnep közelettével közelebb hozzák egymáshoz az embereket. Sorban álltak az érdeklődők hétvégén Szabadi fürdőn ennél a kis standnál. A nagy hidegben jól esett mindenkinek a forralt bor és a tea. Ilyenkor karácsonykor, adventkor egy ingyenes ételosztással várjuk a kedves vendégeinket, azért, hogy örüljünk egyszer ugye a fánknak, a karácsonyfánknak és az új Betlehemünknek, pluszban, hogy egy kis csapatépítő jelleggel azért legyenek itt kedves ismerősök számunkra, akik jó szívvel fogadják az ételt és italt, amikkel mi felszolgáljuk őket. Feldíszített karácsonyfa és egy kis jászol is várta a helyieket. A Szabadi fürdő és Sóstóért alapítvány évről évre megszervezi ezt az adventi programot. Igazság szerint 6 évvel ezelőtt találtuk ki barátok, hogy egy karácsonyfát szeretnénk a városrészünkre állítani, teljesen önszerveződésbe, és következő évre már sikerült egy alapítványi kereteken belül összehoznunk a rendezvényt. Így ezáltal ugye 5 éve létesült az alapítványunk, és immár közhasznú titulust is megkaptuk. Az ünnepségen Vicma Mihály a térségországgyűlési képviselője kiemelte, jelenleg különösen fontos, hogy jobban odafigyeljünk egymásra. Hát tudjuk jól, hogy a hit, a remény, a békesség és a szeretet ennek a négy gyertyának, a szimbólumnak a jelentése, és azt gondolom, hogy talán soha nem volt annyira szükségünk erre a hitre, erre a reményre, erre a békességre és a szeretetre, mint a minket körülvevő 21. századi társadalmi problémáktól teli konfliktusokkal teli világunkban, és nem elég, hogy ezek az emberi konfliktusok itt vannak velünk, még itt van egy láthatatlan ellenség is, a koronavírus járvány lassan már 2 esztendeje. A Szabadi fürdő és Sóstóért alapítvány célja, hogy az ünnep közelettével közelebb hozzák egymáshoz az embereket. Pihenni jött Pécsre, de azért néhány trükköt mutatott a kameráknak is Szász Kitti, aki négyszeres freestyle foci világbajnok. A labdazsonglőr meglátogatta a helyi freestyle-osokat, és edzést tartott nekik az egyetemi műszaki karának torna termében. Itt kérdeztük a sportolót trükkökről, illetve terveiről.
Részlet a négyszeres freestyle világbajnok 102 klipjéből, ahol budapesti háttérrel mutatja be labdás trükkjeit. Van, amiben Guinness rekorder, van, amit ő tud egyedül a világon. Ezen a felvételen már a Pécsi Egyetem műszaki karának tornatermében trükközget, a fotósoknak, operatőröknek. Azt mondja, eredetileg nem ezért érkezett a Baranyai megyeszékhelyre. Igazából pihenni jöttem le Pécsre egy 4 napra, mert nagyon szeretem a várost, és bármikor, amikor az országot járom, akkor mindig a helyi freestyle focistákat fel szoktam keresni egy-egy edzés erejéig. Úgyhogy most igazából egy közös edzést beszéltünk meg, egy kis sajtóval felhájpolva. Ez a küzdősportokat idéző rúgó mozdulat az, amit ő használ csak a gyakorlataiban. Ugye én 9 évet karatéztam, még a freestyle foci előtt, és most már próbálom a karatés mozdulatokat beletenni a freestyle fociba, hogy ez is úgy van, én vagyok, és ezeket csak én csinálom. Legtöbbször azt kérdezik tőle, hogy mennyit tud dekázni, meséli Kitty, de számot eddig nem tudott mondani. Erre már végre van egy válaszom, mert volt egy jótékonysági esemény, egy futás, amit úgy hajtottam végre, hogy dekáztam, és ott 4 kilométert dekáztam ejtés nélkül, úgyhogy ez a rekordom. Ez pedig a sarokkal dekázás, amiben Guinness rekorder 119-szer pattogtatta a labdát a sarkain úgy, hogy végig a levegőben volt a játékszer. Jelenleg bíróként működik közre freestyle foci versenyeken, VB-ken. De vissza akar térni a versenyzéshez, hogy megnyerje 5. VB címét is. Több világhírű labdarúgóval is találkozott, köztük Neymarral, Ronaldinhoval, akiknek bemutatta a trükkjeit. Végül mutatjuk újra röviden, Tolnamegye legfontosabb híreit. Karácsonyi ajándék az időseknek, több mint 4500 szépkorút lep meg az önkormányzat Szekszárdon. A hal is drágább lett, van, aki veszi és van, aki megfogja az idei karácsonyi vacsorát. AIDS elleni világnap, fontos a megelőzés és a szűréseken való részvétel. Erdélybe küldik idén a csomagokat, a Garai Gimnázium diákjai a határon túl járvákat ajándékozzák meg. Csütörtökön ismét egy mediterrán ciklon alakítja az időjárást, borús, nyírkos időben többfelé jelentős mennyiségű eső eshet. Késő délutántól megerősödik az északira fordult szél, éjszaka kelet felé elvonul a csapadékmező. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!